Göd Budapesttől északra, a fővárostól mindössze 20 kilométerre, a Duna bal partján található. A régészeti leletek tanúsága szerint Göd területe már a földtörténeti ókorban is lakott volt. A település határában számos, a neolitikumtól a vaskorig terjedő időkből származó tárgyi emléket találtak. A Göd település név a bevándorló magyarok egyik nemzetségfőjétől származtatható, s egy 1255-ben kelt oklevélben említik először. Göd a 12.-13. században már templomos helynek számított. A mai felső Göd déli részén a templomdombon állt a falu középkori temploma. 1846 nyarán adták át Magyarország első Pest és Vác közötti vasútvonalát. Ennek és a főváros közelségének köszönhetően 1890 körül intenzív parcellázás indult először Felső-Gödön, majd később Alsó-Gödön. Nyarán a döntően kétkezi munkások lakta Felsőgöd és a korábban jómódú villatulajdonosairól ismert Alsógöd nagyközségé egyesült. A település 1999-ben kapott városi rangot. Lakóinak száma mára meghaladja a 18 ezret, közigazgatási terület pedig a 2200 hektárt. Kedvező természeti adottságai révén Göd kedvelt üdülőhely, s az elmúlt években lakó és üdülő terület jellege egyaránt erősödött. A város számos, a múlt század elején épült hangulatos villa mellett védett műemlékekkel is rendelkezik. Ilyen például a volt Nemeskéri kúria, amely jelenleg magántulajdonban van. Az épületben étterem üzemel, s maga a kúria gyakran ad otthont társadalmi eseménynek, hangversenynek. A városháza impozáns villaépületét annak idején a híres vasgyáros Buchwald Sándor építette. A város legrégibb, ma is meglévő épülete a Kincsemistáló, nevét a világ máig legeredményesebb versenylováról, Kincsemről kapta. Az épület jelenleg romos, üres, helyi védelem alatt áll. Az önkormányzat távlati tervében kulturális célú hasznosítása szerepel. Az épület előtt Gödváros díszpolgárának, az 1956-os forradalom mártírjának, Iván Kovács Lászlónak a szobra áll.
város természeti értékei közül kiemelkedő a mintegy 5 kilométer hosszú Dunapart. A nyári hónapokban 3 szabad strand nyújt felüdülést a gödi lakosoknak és az ide érkezőknek. A Gödi sziget és környéke országos szintű védelmet kapott, s része a Dunai-Poly Nemzeti Parknak. A város határában gyógyhatású termálvíz található, ahol egy családias hangulatú városi strandfürdő üzemel. A Gödi termálfürdő egész évben nyitva áll a vendégek előtt. Szintén országos jelleggel védett terület a Gödi Láprét. Göd a fiatalok városa, bölcsődéi, óvodái, általános iskolái és a piarista szakiskola nevelői és tanárai szerető gondossággal bánnak a rájuk bízott gyerekekkel. Göd kulturális élete igen gazdag. Jó néhány neves művész lakik a városban, festők, írók, színészek, operaénekesek. A József Attila Művelődési Ház számos kulturális és közéleti rendezvénynek ad otthont, klubfoglalkozásai pedig a helyi lakosság szinte valamennyi rétegének kínálnak vonzó programokat. A Művelődési Ház épületében található a Városi Könyvtár is. ...2013-ban a város tulajdonába került a Dunapart nyaralóházak teljes területe. A faházas üdülőtelepen a nyári szünidőben kalandtáborok várják a gyerekeket, míg a színháztelem elsősorban ősztől tavaszig ad otthont zenés-táncos rendezvényeknek. Göd már a 19. században is a sportolásra vágyók egyik kedvelt helyszíne volt. A jelentős lovasmúlttal büszkélkedő város ma is számos sportolási lehetőséget kínál polgárainak és az ide látogató vendégeinek. A Dunapart sok kajakozót, genuzót, evezőst vonz, s ezt bizonyítják e sportágban a gödi versenyeredmények is. A GSS sportolói jó néhány sportágban jeleskednek. A Dunaparti kerékpárút nagy vonzerő, s a horgászat is kedvelt szabadidős tevékenység errefelé. Az ipar megjelenése Gödön a Grassalkovics család nevéhez fűződik, akik megépítették a későbbi kincsemtelepnek nevezett majort, hatalmas magtárral és egy dunaparti sörgyárral. Gödre települt a Samsung összeszerelő üzeme, de számos, elsősorban építőipari vállalkozás is helyet kapott a városban. Göd rendelkezik az ipari parkok létesítésére alkalmas területekkel, s várja a zöld beruházások iránt érdeklődő befektetőket is.
Göd zöld város. Dunaparti üdülőtelepével, számos panzióval és szálláshelyjel várja a pihenésre, kikapcsolódásra és sportolásra vágyó vendégeit.